Üdvözlök mindenkit, Necrocream vagyok, na mi a franc, ez az Apex Legends. Hölgyeim és uraim, derült régből villám, csapás, hétfő hajnal van, tudjátok, most rába egy éjszakai lény vagyok. Hétfő hajnal van, egyszer csak meglátom, hogy a felröppenő plegykák igaznak véltek. Tényleg létezik, hogy a Titanfallosok, vagyis a Respawn Entertainment, vagyis a Volt Anno Infinity Ward, vagyis mindazok, akik megalkották a Titanfall-t és a Call of duty hát mit nem csináltak? Hát még egy battle, battle Royale játékot csináltak a piacnak, Hölgyém és uraim. Hát persze, bele is vetettem magam azonnal a dolgokba, úgyhogy ez egy ilyen nagyon friss és nagyon-nagyon dolog. Tehát a plecska az járta, hogy a Respawn Entertainment be fog mutatni egy Battle Royale játékot, de két éve készítik ezt a játékot, és ilyen zsír titokban tudták tartani. Ami történt, az úgy történt, hogy a nagyobb videósokat, betörőjel, nagyobb betörőjel játékosokat elreptették szépen magukhoz, és kipróbálhatták ezt a játékot, aztán hétfőn kb. éjféltől kirakhatták a videóikat, és véleményt mondhattak a játékról hajnali éjszakai gyerek révén én gyorsan észrevettem ezt a videót, gyorsan le is töltöttem ezt a videót, Originen keresztül le tudjátok tölteni, ha rákerestek, hogy Apex Predator Originen keresztül, akkor minden bizonyja megtaláljátok. Jó hír, full ingyenes a játék, full ingyenes a játék. még jobb hír, szerintem 5000-szer jobb, mint a PUBG, és legalább háromszor annyi e-sport, Uh, hogy is mondjam, potenciája van ennek a játéknak, mint a PUBG-nak valaha is lesz. Fortnite-ot legyőzi -e? Nem, ott túl sok gyerek játszik, és jelenleg sok gyerek van a világon, úgyhogy a Fortnite-ot nem fogja legyőzni. Uh, de mindazoknak, aki egy elég kompetitív uh, betörőjára vágynak, ez odabasz. Hogy őszinte, én nem vagyok betörőjáfon. Nem szeretem a betörőját, mint kategóriát. Fingom sincs, hogy hogy működik, és hogy működik jól, viszont egyet tudok, szeretem a Titanfall-t, a régi Infinity ward és szeretem a Respawn Entertainment-et, mert egy fantasztikus játékot hoztak össze a Titanfall 1 és 2-vel. Sajnálatos, szomorú sors, hogy az EA ilyen uh, rosszul bánt uh, ezzel a játékkal és a Titanfall-lal. És íme itt van nekik most ez az Apex Legends, és összehoztak valamit. Ez a játék nem béta, nem korai béta, nem korai megjelenés, nem anyám kínja, nem, ez egy kész játék, amit két éven keresztül titokban fejlesztettek, egy kész játék. A legközelebb álló hozzá kategória az jelenleg a Black Ops 4-ben lévő Battle Royale. Ez hozzá a legközelebb, hogy őszintén csak itt jobb karakterek vannak, a karaktereknek van történetük, hátterük, és a Titanfallból jól megszokott, igényes, fegyverszkinek, karakterszkinek vannak ebben a játékban. Nincsenek titánok. Oké, okay, nincsenek titán. Ez egy nyers, uh, hogy is mondjam, Battle Royale játék. Az, hogy ingyenes, ez egy külön pluszpont. Rengeteg, rengeteg, rengeteg Battle Royale játék próbálkozott. Mostanában, Islands of Nine, Ring of Elysium, ha jól mondom, és mindegyik nagyon elvérzik. Félő, hogy ez is elfog, nagyon remélem, hogy nem. Ez még egy olyan, amit én is szívesen hozzányúlok, és free -to Play, tehát tényleg távol áll tőlem a betörőjázarra, és ezt élveztem, főleg az, hogy mindig egy hármas csoport, tehát egy hármas squad-ban vagy benne, és az együttműködés nagyon is túlélési eleme ugye a Battle Roy Royale játéknak, nincsenek szólók vagy duók, három, hármas csapatok vannak és azok fognak egymás ellen küzdeni. A fegyver Fegyverérzet és a lövésre nincs panasz, Exkodosok, Titanfall, ugye, tehát ők csinálták a lövést, jó érzés lőni, és érzett, hogy a fegyvereknek van uh, ereje. Egy-két -ké, egy dolog. A hátrány, vannak benne mikrotranzakciók. Uh, természetesen, mivel hogy ingyenes a játék, valamiben pénzt kell csináljanak, a probléma vele az az, hogy lootboxok vannak, és nem egy tiszta, hogy mondjam ezt, üzleti modell, hogy ránézel, ennyibe kerül, ennyire tudod megvenni, le van szarva. Uh, hogy jó, nincs lesz a halálata, elég volt a lootboxokból. Viszont annyi pozitívom a lootboxokhoz, hogy állítólag, mert vásárolva sem fogok ebben a játékban, állítólag garantált egy legendary drop minden lootboxban. Szóval, ha veszel valami lootboxot, garantáltan fogsz kapni legendary uh, lootboxot. Na most a probléma ezzel, hogy már túlságosan ráfázott sok játékos, megégettük magunkat, az elmúlt időben a lootboxoktól már hányunk, és hogyha meglátjuk azt is, hogy ebben a játékban is lootboxot vannak, mert gondolom minden videónak a címe az lesz, hogy lootboxok vannak az Apex Legendbe, és azt már senki nem a fogja valószínűleg meghallgatni, hogy minden lootboxban van egy garantált legendary item. Talán tényleg jobb lett volna, ha csinálnak egy ilyen ennyibe kerül, ennyiért megvehetett című történetet, mindegy. Ez van, ezt kell szeretni, de ezt is el kellett mondjam, a dolog részekén. A gameplay maga nagyon letisztult és, és jó érzés, nincs dupla jump, nincs horgonyzás, nincs, tehát nincsenek ilyen apró dolgok, amik a Titanfallban vannak. Teljesen külön áll a játék. A készítők szerették is volna, hogyha külön áll ez a játék. Valószínűleg azért, mert nem szeretnék, az, hogy a titanfall forlal legyen összehozva ez az egész dolog, pedig a Titanfall kurva jó játék, és sajnálatos, hogy az IE azt csinálta vele, amit csinálta. És tudjátok, itt a megint talán a trükk, a rossz dolog az egészben, hogy lehet, hogy az IE mondta nekik, hogy most jelentessék meg ezt a betörőját, amikor tudják, hogy uh, hamarosan ki fogják dobni a Firestorm, ot uh, Firestormot a Battlefieldbe, ami a Battlefieldnek a Battle Royale játéka. és természetesen megint mind lesz nagyobb hangsúly, hát nem a tetves Battlefield Battle Royale játékán. Nos, pedig itt van ez a, ez a játék, és rem... hát én kívánok sikert a Respondent Van egy kis stúdió, amihez így közel, hoza, közel húz a szívem, és most rább ezek a stúdiók bajban voltak, egyesek kilábalnak belőle, mint például a Bungie, az kilábal belőle. Ugye a BioWare, szintén az ié alatt elég bajban lesz, hogyha az antem nem jön össze nekik, és itt van a Respawn Entertainment, amit nagyon durva szerződés köt az iéhez hez és nagyon durva pénzmennyiséget kell behozzanak ahhoz, hogy megtarthassák az alkotói szabadságukat. Na most beszélgessük a karakterekről. Egy kicsit loptak az óvarvásból ebből a szempontból. Minden karakternek története van, háttértörténete, és szerintem idővel hozzá is fognak adni ez a történet, ez remélhetőleg ilyen kisebb videóformákba meg lehet tudni. Érdemes kitanulni a karaktereket, mert minden karakternek külön saját képessége van, amivel hozzájárulhat a csapathoz. És, és ez egy tök jó kidolgozás, egy kis extra valamivel több, mint amit a PUBG vagy a hogy, uh, nyújt ebből a szempontból És én most elmondom az egyik legjobb dolgot Amit Battle Royale játékban én még nem láttam, hallottam És amiben a Titanfall 1-2 is fantasztikus volt És az pedig a játék visszajelzései Mit tudom én Tök, tök jó érző, Lelandol És elkezdett csökkenni a kör és akkor megszólalt a karakterem hangja, vagy a másiknak a karakterem, nem tudtam bezősödni, de a lényeg az, hogy megszólalt, hogy jaj de jó, a körön vagyunk belül. Bitch, please. Egyszer, egyszer, annyira, tehát ez a megnyújtott, jaj de jó, a körön vagyunk belünk, már nem kellett arra figyeljek, hogy kirohanok a körből, hova kell rohanjak, hanem fókuszáltam arra, hogy gyűjtögessek, illetve az elemikre, hogyha lettek, hát egyszerűen le a kalappal hogyha fölé lesz a társad, megköszöni, hogyha meglátsz egy enemit ki tudod pingelni, és a karakter egy jelzi a többieknek, tök mindegy, hogy milyen távol vagy, tök mindegy, hogy milyen távol vagy, hangosan jelzi a többieknek, hogy hé, ott az enemi, hé, lőnek rám, hé, körbevet, és ez, ez kurva jól ki van benne találva, le a kalapa. nekem ezek hiányoztak ebbe a játékban. játékba, PUBG-val játszottam, koddal játszottam, meglőtt az enem, azt se tudta, hogy mi a franc van, itt ki tudod pingelni, meg tudod uh, jelezni, és a karaktered uh, sikol uh, vagyis a karaktered is, és ez a társadalmi karaktere is beszél hozzád folyamatosan, és ezzel eliminálja egy kicsit a fölösleges kommunikációt a játékban. Azon kívül van egy ingame kommunikáció, ugyanúgy az uh, alap egyértelmű és uh, nem gyerekek játszották eddig, ahogy alap észrevettem, szóval uh, a, fo a Fortnite megmarad a 12 éveseknek, a többiek valószínűleg átjönnek egy ilyen játékra ingyenes, megint csak mondom. Egy másik iszonyat jó dolog, amit ami nem is értem eddig, ez miért nem jutott eszébe egyik uh, Battle Royale készítőnek is ha mielőtt beugranátok a térképbe, ki lehet ugye pingelni itt is, hogy hova szeretnél ugrani. És hogyha valamelyik társad vagy te kipingelsz egy helyet, akkor a játék ledob mindannyiótokat oda. Ha csak nem úgy döntesz te, hogy szétválsz. Addig egy irányba fogtok mind a hárman repülni, nem tudtok szétválni, mert a játék automatikusan odavész és hopp, kész, ennyi, nem kell kilódni, hogy egy squadot összetartsál, 500 kilométereket fussál, mint a PUBG-ba, hogy <laughs> találkoztunk végre, és akkor valaki headshot -ol. hanem egy, egy nagyjából egy helyre landotok, és persze megvan a szabadságot, hogy esetleg te máshova uh, landoljál. Gyerekek, ennyi lett volna ez a játék, ez egy, ez egy, ilyen, hogy is mondjam, első benyomás erről a játékról, és az első benyomásom, tudván, tudjátok, hogy nem vagyok Battle Royale mániás, de értékelek egy jó shootert, vagy egy jó játékot, és ez a Battle Royale, uh, hogy is mondjam, témaköröm belül, ez a játék, ez jó. ez, ez ez korrekt, meg van csinálva. Nem nagyon láttam bagokat, igaz, túl sokat nem játszottam vele. nem, nem laggoltam, nem volt mikro laggom, a ping tökre rendben volt. Mit tudjak mi, FPS röpült, mert hogy végül is egy módosított Source engine nem -en fut a játék, és olyan simán fut, mint a nem tudom mit csinálsz, szóval még Uber gép sem kell ahhoz, ha elfut a Titanfall 1, valószínűleg ez is el fog futni a gépeden. Úgyhogy... Valá, én, ezt a Battle tudom ajánlani, hogy őszinte legyek, és... Ja, kivételesen tudom ajánlani. A mikrotranszakciós rész, hát ez meg olyan, a ilyen azért nem vagyunk boldogok, de legalább, ha vásárolsz valamit, kapsz legendary itemet, de ugyanúgy természetesen kifarmolhatod játékon belül is a különböző uh, skineket, de valószínűleg egy kicsit hosszabb idő lesz. Ó, még, még ezt hadd említse meg, minden kör végén meg tudod ugye, hogy hányat ölsz, viszont egy fordulat minden kör elején megtudhatod, hogy az előző játékban kiölte a legtöbbet. Szóval már ez is jó, hogyha jó vagy a Battle royale a következő játéknál megmutatják, hogy hé, ez a srác, ez, ez jó jó volt. Érted, amit mondok? Szóval... És akkor uh, ugye a játék számon tart téged, mint a legjobbat. És uh, értesít, hogyha lelőtted, uh, lelőtted a legjobbat, vagy ha te vagy a legjobb, akkor lelőttek téged. És így a játék feedbacket ad minden uh, fontosabb mozdulatról. És ez tök jó, van találva. Le a kalappal. Srácok, ennyi lett volna. Ez a kis uh, nagyon rövid bemutató. Nagyon köszönöm a figyelmet. Esz, sziasztok!